pillanatban nem tudom, hogy lehet, hogy mennék emlékszem. Majd meglátjuk. Így nézett ki. És hangsúlyozom, ez a nagyon-nagyon könnyített megoldás volt. Gyakorlatilag elérkezem a kelopos átkelőig, és megáll, tudom, hogy megáll a helyet, számomra nincs tovább. Miről is van szó, rögtön meg tudom centiméterre. Tizenhárom centi. Volt már egy elbambultam és lementem ilyenen, de nem volt egy veszélytelen dolog. Se rám nézve nem volt veszélytelen, se a kocsinak a műszaki állapotára. Gyakorlatilag meg lehet csinálni. Most úgy nézek, hogy meg tudom gyakorlatilag, hogy ez veszett rá volt. Hát, ha végülis az RTL-nek el tudjuk adni a tragédiát. Menjünk tovább, Gábor, jó? Megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. Ugye itt már átkeltem, leugrottam, mint Ikarosz vagy Gajdalosz. Minden lehetetlenség. Egyrészt eltörne az autónak a villája, másrészt hanyat vágna, ami nem lenne egy egészséges dolog. Most marad a következő variáció. Már eleve szabályt a helyem, ők nézzétek meg, nem tudok mit csinálni, már nem tudom a forgalmat. Jó, megbocsánatok. Tudatlanul a tárnak is jól a túloldalnak. Itt még viszonylag simán rá tudok menni, de ne nézzetek meg ezt a helyet. Megint nem tudok menni, két elvők itt marad. Most megint esélyem nincs, hogy föl tudjak menni. Segítenek, elvi szinten megkínálj fogja, hogy gyakorlatban nem. Amikor megkaptam ezt a csodajárgányt, 62 évvel ezelőtt, hatalmas évben buktam, nekimentem a járdaszegének, a patkaszegének, megdobott, és ugye 90-ban kilommal együtt hátra estem, szó szerint fejre estem, kocsival együtt, és elvileg mondom, megkínálj fogja, hogy gyakorlatban nem. Fölmenete, az meg másik kalandos dolog lesz. Azt hittem, hogy buktál fel. Most szerencsé volt, hogy látszik az az ég.